is valami ilyesmit szerettem volna csinálni. Ez a, nem az, hogy beülsz, és akkor nyomod 8 óra hoztát a gépet, hanem egy picit elmész tárgyalni, és akkor megismerkedsz új emberekkel, aztán bejössz, ügyintézel, telefonálsz. Tényleg úgy érzem, hogy megtaláltam olyan. Bármelyik kollégától kérdezhetek, de ugyanígy mehetek a tulajdonoshoz, a kereskedelmi igazgatóhoz, bárkihez, mert mindenki szívesen fogad, és segíti a munkánkat. A Dunai Kronika több mint 26 évvel ezelőtt indult Magyarországon, mint egy amerikai-magyar vegyes vállalat. Ma már egy teljesen 100%-osan magyar cég. A legfőbb célkitűzésünk olyan informatikai tevékenységet végzünk, ami a legmagasabb színvonalt képvisel a nemzetközi standardek alapján. Hát a több mint negyed évszázad szakértői munkánkkal egy nagyon stabil finanszírozási helyzet alakult ki, és így tudunk garantálni a meglévő szerződésünknek, meg új partnereknek egy folyamatosan jól teljesíthető munkát. A nagy multinánsz cégeknek a globál szerződéseket tudjuk kezelni, végrehajtani és implementálni nekünk. Itten, most Magyarországon több mint 40 ezer embernek a szapportját végzünk. Szerintem nagyszerű csapata van a szerviznek, de igazából ez az egész Dun Elektronikára jellemző. Abszolút családias környezetben és hangulatban végezzük a napi munkánkat. A világ egyik legnagyobb autógyárában, outsourcing területen képviselem cégünket. Egy ügyfelszolgálati csoport vezetésével, koordinálásával és egyéb kihelyezett szolgáltatások irányításával foglalkozom. Kihívásnak érzem mindenféleképpen, hogy a csapat része lehetek és hozzájárulhatok a cég sikereihez. Abszolút nagy előnyt jelent a számomra, hogy tényleg piacvezető technológiákkal dolgozunk úgy, mint a Cisco vagy a Dell, és hogy különböző profilra rendelkező cégek működésében látunk bele, természetesen informatika szempontból. Ma már egy vállalat sem életképes informatikai rendszer nélkül. Szerencsére mi az informatikai megoldásokban otthon vagyunk. Modern technológiák, gyorsaság, pörgés. Nekem ez a Dun Elektronika.